Akkor ezt még gyorsan kikopizzuk, hogy menjen. Ezt csak így félre rakja neki. Előre, hogy valami jól megcsinálja. Na, nem bírták kikopizni, mert túl nagy. Ennyi volt, mehetsz. Jó, rendben. Szervusztok! Üdvözöllek benneteket a IT Factory és a HVSV közös App 2 képzésén, ami az Android platformra való fejlesztésről fog szólni. Az első app képzés, aki esetleg azt is hallgatta, az ugye a felhasználói felületről, alkalmazás tervezésről, szoftver ergonómiáról szólt. Ez a második app képzés pedig egy kicsit ilyen idézőjelbe koszoljuk be a kezünket, és valóban fejleszünk szoftvert történetről szólna. Olyannyira, hogy elég alaposan meg fogunk ismerkedni az Android platformmal, és az Android platformra való fejlesztéssel is. A mai első óra muszáj egy kis elméleti hátteret lealapoznunk, hogy megismerkedjünk a legfontosabb fogalmakkal, de igyekeztem ezt is a lehető leggyakorlatiasabbra venni, és minél több példával, gyakorlati feladattal fűszerezni, remélem, hogy hasznos lesz. Elsőként ugye minden előadás úgy kezdődik, azért illik valamilyen úton, módon bemutatkozni. Engem Eckler Péternek hívnak, üdvözöllek benneteket, a Műszak Egyetem Automatizálás és Alkalmazott Informatika tanszékéről jöttem, azon belül is a Alkalmazott Informatika csoportról. A tanszékünkről azt érdemes tudni, hogy kb. 36 főállás oktató és a 30 körüli doktorandusz dolgozik benne. Három fő területünk van, alkalmazott informatika, automatizálás és mechatronika, és az alkalmazott informatika csoport már több mint 10 éve működik, és egy elég nagyon álló egységet alkot, és kezd különböző alegységekké tagozódni, mobilfejlesztés, .NET, Java fejlesztés, adatkezelés, portáltechnológiák, teljesítménymenedzsment, enterprise világ, mind megtalálható a tanszékünkön, és az alkalmazott informatika csoportunk vezetője dr. Saraf Hassan. És hát ami miatt, hogy mire kerültünk a szoftverfejlesztési tanfolyamra, az, hogy a tanszékünk egy elég nagy hagyománya van a tanszéken a szoftverfejlesztésnek, illetve a ipari partnerekkel való kapcsolattartásnak ezen a területen, és igyekszünk ezt a jövőben is így folytatni. Hiszen szoftvert, fejlesztést oktatni csak úgy lehet, hogyha az ember valós ipari tapasztalatokkal is rendelkezik, legalábbis mi ezt valljuk. A csoport, az alkalmazott informatika csoporton belül én a alkalmazott mobilkutató csoporthoz tartozom, ahol a mobil területen való kutatással és szoftverfejlesztéssel is foglalkozunk egyaránt. Fő profilunk tehát oktatás, kutatás és szoftverfejlesztés mobil témában, illetve minden mobil területhez kapcsolódó témában, ami tulajdonképpen már rengetegféle rendszer lehet, weboldali megoldásoktól, szerveroldali megoldásokig is. És még szeretném a tananyag kidolgozóit felvillantani, illetve akik általatok is megkapott könyvnek részben a szerzői. Köszönöm nekik is a segítséget a tananyag elkészítéséhez ezúton is. És akkor vágjunk is bele. Egyrészt ugye, ha jól tudom, mindegyikötök kapott egy könyvet, aki erre a tanfolyamra jelentkezett. Ez nemrég készült el, tulajdonképpen idén júliusban került ki a nyomdából. Igyekeztünk beletenni a legfőbb újdonságokat, így szerencsére az Android 4-es verzió is még éppen belekerült az utolsó pillanatban, ugye szoros volt a kiadási határidő, de szerencsére sikerült ezt is beletenni a könyvbe. Azt kívánom, hogy forgassátok örömmel, és ha bármi kérdésetek van vele kapcsolatban, akkor azt jelezzétek nyugodtan, illetve gondolkozunk azon is, hogy egy ilyen nyílt levelező listát, vagy valamilyen megosztott dokumentumot publikálunk veletek, hogyha esetleg hibákat találtok, megjegyzéseket, hol lehetne továbbfejleszteni, akkor ezeket itt szívesen fogadjuk, és a következő kiadásba beletesszük. No, kezdjük is akkor el a mai óra anyagát. A tartalom röviden, hogy mi mindenről is lesz szó, illetve mit is fogunk megtanulni az első alkalom, a legfőbb alkalommal. A jó hír az, hogy most az első alkalom végén is már fogunk tudni Android alkalmazást fejleszteni, tehát eljutunk addig, hogy készítünk egy alkalmazást, megismerkedünk a forrásával, és ezt telefonra is fogjuk telepíteni, tehát nem csak emulátorra. Ez a jó hír. A rossz hír az, hogy ehhez egy elég hosszú út vezet. Ahhoz, hogy jó Android fejlesztők legyünk, muszáj megismerkednünk bizonyos alapfogalmakkal, és ezeket igyekeztem nagyon tömören, gyorsan és szemléletesen összefoglalni nektek. Tehát először az Android platformot mutatjuk be, de csak nagyon-nagyon alapvetően, hogy hogyan is jutottunk el máig az Androidig, Android mostani verziójához, állapotához.
Muszáj, hogy beszéljünk a Play Store-ról, hiszen ez a publikálási felület, ide kerülnek az alkalmazásaink. Gyakorlatilag ennek a szolgáltatásaival kötelező megismerkedni, utána pedig a fejlesztő környezetet mutatjuk be, a fordítás mechanizmusát, és ezt követően jutunk arra, hogy létrehozunk egy első Android projektet, megvizsgáljuk annak a forráskódját, és bele is nyúlunk, hogy módosítsuk ezt a kódot. Akkor kezdjük is el. Röviden a platform története. Én itt nem történeti elméleti háttekintést akarok adni, ezt mindenki megtalálja az interneten különböző leírásokban. Én csak azokat a részeket emelem ki, amik a fejlesztés szempontjából fontosak. Mondjuk be, légy szíves, hogy az online hallgatók postán kapják meg a könyvet, és ezzel most be is mondtam. Rendben. Szuper. Hát akkor nekik a könyv hamarosan érkezik postán. Oké. Ugye arról nem akarok már a videó hát, vagy a videó hullámán meg tovább lovagolva beszélni, hogy az okostelefonok mennyire is fontosak, ezt tudjuk. Az Android is fontos, az okostelefonok is fontosak. Itt a lényeg az, hogy az okostelefonokban már olyan hardware képességek vannak, amik lehetővé teszik őket komplex alkalmazások futtatására, és ezek akár bonyolult algoritmusok is lehetnek, különböző képdetektálás, éldetektálás, arcfelismerés, mindenféle algoritmusok bátran futtathatók mobiltelefonokon is. Már nincs az a szigorú korlát, hogy a mobiltelefon csak egyszerű alkalmazások futtatására képes. Miért is Android? Én nem reklámot szeretnék csinálni az Androidnak, ezt a következő slide igazolni is fogja, de azért azt muszáj kiemelni, hogy manapság már szinte nincs olyan statisztika, ami ne azt hozná, hogy az Android legalább 50%-át uralja a mobilpiacnak. Ezt még egy Apple közeli cég által Amerikában megrendelt felmérés is sem tudja megcáfolni, tehát az Android a mobil piacon legalább 50%-os részesedéssel rendelkezik, ezért ez egy nagyon jó platform első lépésként, hogy megismerkedjünk az Android fejlesztéssel. De ahogy mondtam, egy jó mobilfejlesztő nem csak egy platformot tanul meg, sajnos ez az informatika, ez egy nehéz világ, folyamatosan nyomon kell követni a trendeket, és bizonyos statisztikák azt mutatják, hogy egy átlagos mobilfejlesztő 3,2 platformot ismer. Ez egy szomorú tény, de tény. Hiszen ugye egy alkalmazást, amikor elkészítünk, általában megrendelő nem azt mondja, hogy Androidra készítsük el, hanem azt, hogy fusson a mobiltelefonon. És milyen? Hát mindegyiken. Úgyhogy sajnos ez egy ilyen rossz dolog, de ezt muszáj kihangsúlyozni, és ezért is mondtam az előbb, hogy én nem az Androidnak akarok reklámot csinálni, csupán csak a piaci részesedését mutattam meg nektek, de fontos a többi platform is. Ugye az Android, miért is Android, Android folyton ez jár a fejünkben? Ugye ez, ennek az az oka, hogy ez egy szándékosan brandet csináltak belőle. Tehát itt a Google és a mobil operátorok annyira reklámozták ezt az operációs rendszert, hogy az embereknek ez beivódott a tudatába. Ugye korábban, még egy 4-5 évvel ezelőtt nem volt ilyen, hogy az emberek a mobiltelefonon futó operációs rendszerről beszéltek. Ki tudta, hogy milyen szín, milyen fut a telefonján, de lényeg az, hogy okos telefon volt. Most azonban az emberek már úgy választanak telefont, hogy kérek egy Androidos telefont, vagy kérek egy Windows Phone 7-es telefont, vagy bármilyen egyebet. Tehát az operációs telefonok, az operációs rendszer úgymond márkája beivódott a köztudatba. Azonban a részletekre mindig ügyelni kell, hogy mit is tudnak ezek az operációs rendszerek. Az Android nem csak mobiltelefonokon fut, ezt már most az elején fontos kihangsúlyozni. Lehet mondani, hogy hát persze, hiszen még tableteken is, igen, ez igaz, de hamarosan ez el fog terjedni és meg fog jelenni valószínűleg több ilyen beágyazott eszközön, például mondjuk gépjárművek fedélzeti komputerén, navigációján, stb. Éppen ezért fontos szerepe lehet ipari automatizálás irányból is. Ezért aki Android fejlesztésre adja a fejét, ne higgye azt, hogy ő csak mobiltelefon fejlesztést tanul meg, hanem itt egy elég tág világ nyílhat meg előtte. Jó. Csak nagy vonalakban, hogy egy Androidon futtató prémium kategóriás telefontól mit is várhatunk. Ez az, ami miatt mondtam, hogy a mobil eszköz elég komoly alkalmazásokat is tudunk futtatni, nem csak egyszerű Hello World alkalmazásokat és képeket megjeleníteni. Ugye egy legújabb telefon, például ez a Galaxy Nexus, ez egy 4.1-es Androiddal rendelkezik. A legfontosabb adatok, nem fogom felsorolni, 1 GB RAM memória, 16 GB storage, és az összes vezeték nélküli kommunikációs technológia, 1,2 GHz-es dual core-os processzor, tulajdonképpen itt a laptopom kezdheti elszégyelni magát, aminek csak 1,8 GHz-es Core 2-es processzora van. Tehát látható, hogy a lehető legújabb technológiák beépülnek az prémium kategóriás Android telefonokban. Mi ebben az érdekes? Az,
hogy nem csak, hogy beépülnek az új technológiák, hanem ha megjelenik egy új technológia, ami úgy tűnik, hogy nagyon kurrens és releváns lesz, az nagyon hamar, sőt, szinte először a mobilokba fog beépülni. Például mondjuk az NFC megjelent, úgy tűnt, hogy be fog válni, és már a mobiltelefonokon hamarosan meg is megtalálható is lesz. Jó, nagyon röviden, hol is indult az Android? Ugye 2005-ben a Google felvásárolt az Android Incorporated nevű céget. Itt csak az érdekesség, amikor a forrását áttekintjük az Androidnek, és felfedezünk benne ilyen mindenféle régi kommenteket, akkor erre kell visszagondolni. Illetve, hogyha inkompatibilitási problémákkal találkozunk, akkor is erre lehet gondolni, hogy hát igen, mert ennek a rendszernek is már van történelme. Tehát 2005-ben fölvásárolták a céget, és 2 év múlva kiszivárogtak olyan hírek, hogy a Google belép a mobilpiacra, november 5-én pedig már az Open Handset Alliance konzorciummal együtt bejelentették a platformot, és 1 év múlva már piacra is dobták az első androidos telefont, a HTC G1-et. Ez 2008 végén volt, tehát 4 éve. 4 éve, és azóta kinőtte magát a több mint 50%-kal mobilpiaci részesedésre. Tehát ez egy komoly dolog. Mi is volt a Google célja? Egyrészt ugye egy nyílt forgalmazáskódú, rugalmas, könnyen fejleszthető rendszert készítsenek, egy monolitikus Linux kernel alapú rendszert, ami nyílt forráskódú és felhasznál jól bevált osztálykönyvtárakat, például az Apache könyvtárának egy jó nagy részét, ezt is majd fogom mutatni, fel tudjuk fedezni ilyen org.apache nevű könyvtárakba Java csomagokat, és azokat használjuk, és ilyenkor lehet rádöbbenni, hogy tényleg valóban több helyről is szedtek össze forrást az Androidhoz. No de, már túl sok slide volt az elméletből, kicsit kezdjük el megmozgatni az agyunkat, és lenne egy kérdésem, nevezetesen az, hogy melyik állítás nem igaz az Androidra. Erre a kérdésre ti úgy tudtok válaszolni, hogy itt található egy link, ezt kiteszem nektek, ez elméletileg egy weboldalt fog behozni, ahol szavazni lehet ABCD gombokkal. Jó, ez most elment a chat ablakra, remélem. Ez el, na most itt a tanteremben, A tanteremben látjátok. Be lehet lépni egyébként, vagy pedig élvezni, ahogy az online-osok szavaznak, de be is lehet lépni a közvetítésben. És ha ezt a weboldalt megnyitjátok, akkor elvileg egy ilyen oldal jön be. Ha lehet, akkor otthon mindenki csak egyre szavazzon, tehát A, B, C vagy D, és utána választjon egyet, és rendben. Én most nem akarom rontani a statisztikát, úgyhogy nem szavazok, de én majd később ezen az oldalon tudom frissíteni. Még nem érkezett szavazat, meglátjuk, hogy érkezik-e. Tehát akkor ugye, ha a kérdést nem mutatom, akkor nyilván nehéz szavazni rá. Tehát akkor mutatnám a kérdést, melyik állítás nem igaz az Androidra. A állítás, hogy az operátorok közvetve reklámozzák. Nem a Google kezdte el a fejlesztését, a legfiatalabb okostelefon platform és X86-os architektúrán fut. Az, hogy azon is fut, az egy igaz állítás, tehát az nem probléma. Kezdjük el sorba. Mi a UI? Nyomok egy D-t. És utána a rendben. De ez nem jelez vissza semmit. Próbáld meg esetleg Chrome-ba vagy Firefox-ba. Ilyen böngészőből próbáljam. Na, most válaszoltam egy altvérre. Ah, szuper. Explorerben átválaszol, bármit nyomtok. Úgy tűnik, hogy ez az androidos style sheet, ez nem jelent jól feltétlenül az Explorerben meg, ezért elnézést kell javítani fogjuk a következő alkalomra. No, tehát gondolkozzunk egy kicsit közösen, melyik nem igaz. Android operátorok reklámozzák, ez igaz, tehát látjuk, hogy T-Mobile, Telenor, Vodafone, felsoroltam mind a hármat, úgyhogy nem lehet probléma, reklámozzák szándékosan. Tehát ez az állítás igaz az Androidra, úgyhogy ez biztos nem a mi válaszunk. Nem a Google kezdte el a fejlesztését, ahogy tudjuk, ez is igaz, hiszen az Android Incorporated-et vásárolták föl, tehát valóban nem ők kezdték el. A legfiatalabb okostelefon platform. Na, vajon ez igaz? Ez nem igaz. Lehetne mondjuk a legnagyobbat, a Windows Phone 7, kiemelnénk, ugye ő tulajdonképpen a legfiatalabb okostelefon platform, és X86-os architektúrán fut, akármilyen fura, van neki olyan buildje az Androidnak, ami X86-on fut, úgyhogy ez is egy igaz állítás. Tehát a megoldás a C, itt kizöldítjük. És hát gyorsan, nem akarom húzni az időtöket, de azért nézzük meg a statisztikát, hogy mennyien szavaztatok. Hát az A és a C fele-fele arányban vezetett. Hát köszönöm mindenkinek, aki szavazott, ez lehet, hogy egy kicsit beugratós kérdés volt, igyekszem azért később, illetve lehet vitatkozni is a válaszsal, de ez nem annyira egy szakmai kérdés, csak hogy ennek a felületet gyakoroljuk, hogy hogyan is működik ez a szavazófület, azért lett volna ez a kérdés leginkább. Haladjunk tovább. Az Android sikerének az oka, ugye egyrészt a felhasználói élmény, azért, mert egy iPhone akár lehet tagadni, lehet mindenfélét kitalálni róla, de egy iPhone-hoz hasonló felhasználó élményt nyújtott. Az iPhone hozta be ezt a full touch-os élményt legelőször, gyorsan reagáló komponensek,
hasonló funkciókat. Tehát egy olyan élményt hozott az Android is, sok kifejezetten olcsó modell van a piacon, tehát az több felhasználó számára el tudják juttatni az eszközt, kicsi a hardware igénye, nyílt a forráskódja, ingyenes a használata, gyorsan lehet alkalmazást fejleszteni, hát ezt majd vagy megerősítitek, vagy megcáfoljátok, de állítólag gyorsan lehet rá, és hát a marketing mögötte hatalmas, hiszen IT óriások állnak mögötte. Még egy kis elméleti háttekintés, mert ez is nagyon érdekes és fontos, hogy amikor az Androidról beszélünk, és ugye, amikor mi egy fejlesztő szemszögéből gondolkozunk, általában a megrendelő kérdezi tőlünk, hogy na de ez milyen telefonon fog futni, hogyan, stb. Ezért nem baj, hogy egy kicsit tágítjuk ilyen a tudásunkat. Tehát a nagy gyártók szemszögéből az Android, amikor megjelent, nagyon értékes és potenciális rendszer volt, hiszen őnekik ugye csökkenőben voltak az eladásaik, minden az iPhone körül forgott, az Apple hatalmasan villantott az új rendszerével, ezért létkérdés volt, hogy a nagy gyártók egy ilyen újabb rendszert, ami mögött a Google áll, tehát valószínűleg sejtették, hogy nem egy rossz rendszerről van szó, bevezetik-e. Nem mellesleg pedig valamilyen módon ingyenes volt, hogyha a Play-t vagy a Marketet nem számoljuk be, mert azért valamilyen licenszerződés már külön kell kötni. Tehát a nagygyártóknak ez nagyon fontos kérdés volt, hiszen az Apple nem adta oda a saját rendszerét. Más operációs rendszer pedig nem volt a piacon, ami ennyire versenyképes lett volna az Apple-ével. Kisebb gyártók szempontjából pedig, ugye mivel ingyenes, ezért egy nagyon jó árértékarányú készüléket tudtak készíteni, mert kicsi volt a hardware igénye, és meg tudtak a felhasználókkal ismertetni új márkákat ezek a kisebb cégek, mint például, nem mondom ki, de ilyen cégek is, ezért ismertük meg őket tulajdonképpen, mert rengetege ilyen eszközt gyártottak, és mivel olcsó volt az eszközük, és a felhasználók igényelték az Androidot, mert nem akart mindenki iPhone venni, ezért az operátorok bevették a saját portfóliójukba ezeket az olcsó eszközöket is, és így a felhasználók meg tudták ismerni ezeket, és rengeteg ilyen eszköz van. Nem mellesleg, amúgy nem is rosszak ezek, tehát például aki az ATL Blade-et használja, meg maga idején egy teljes értékű, nagyon jó telefon volt. De nyilván azért a prémium kategóriás telefonok azok mindig többet nyújtanak. Jó, tehát belépőt jelentett az Android a kis cégeknek az a szolgáltatók kapuján. Kik maradtak ki? Hát ugye Apple saját rendszerrel sportolt, Microsoft nem állhatott nyíltan az Android mögé, hiszen azzal ismerte volna a saját vereségét, a netes szolgáltatások miatt a Google-lel nagy rivális volt, nem volt saját rendszere, és az Apple az ugye idézőjelben ősi ellenség volt, ezért amíg nem volt saját rendszere, addig nem is állt az Android útjába, tehát nem zavart az, hogy legalább a kettő megosztja a területet, és amikor ő megjelent, akkor meg tudta találni magának a piacérést a kettő között. Nokia pedig ugye a Symbian világgal volt akkoriban elfoglalva, és a Microsofttal kötött partnerséget később, miután a Symbiannak ugye a hosszú pályafutása leáldozott. Az Android és a Google, ugye az Android, amikor megjelent a Google, és ez már fejlesztői szempontból is érdekes, nem csak, hogy egy operációs rendszert adott, hanem az összes akkor már nagyon népszerű Google szolgáltatást mind beépítette, tehát Gmail, Google Talk, Picasa, közösségi szolgáltatások mind megtalálhatók voltak benne, de nem csak olyan szinte, hogy mint egy alkalmazás, hanem tudtunk olyan alkalmazást fejleszteni, hanem ezeket kívülről meghívta, egy pár sorkóddal tudtunk kérni, hogy saját alkalmazásunkból gmail-es levelet küldjünk, vagy valamit pluszozzunk a Google Plus szolgáltatással. Tehát nem csak, hogy önálló alkalmazásokat tett a rendszerbe, hanem a fejlesztők számára is megnyitotta ezeket. És akkor jönne egy következő kérdés, hogy szintén kicsit a figyelmeteket fenntartsuk. Én nekem közben elnézést kérek, kell hívnom egy ilyen nagyon gonosz adatbázis tisztítást ezen a weboldalon. Ezt annak a formájában fogom megtenni, hogy nem mondom meg nektek, nehogy ti is, de valószínűleg azért... És a videóban se benne, senki nem látja. Igazából nem probléma, tehát most leszeteltem az előző szavazást, és akkor újra él a szavazás. És akkor az előző linken lehet, ez megvan a chat ablakon, ugye? Tehát nem kell ez még egyszer elküldenem. Link, szuper, akkor nem kell még egyszer elküldenem. Tehát akkor kivetítem a kérdést, hogy lássátok. Ismét egy ilyen körmönfont kérdés, tehát melyik nem igaz az Androidra? Tehát mi az, ami nem igaz? Úgy érdemes gondolkozni, hogy ami igaz, azon átugrunk, és akkor keressük a kakukk tojást. Nyílt forráskódú, igaz, nem igaz? Igaz. Nem csak mobiltelefonokon fut, tehát ezért szép lassan kizárom azért nektek a válaszokat. Hát, hogy szavazzanak rendesen, és elárulod az egészet? Na jó, akkor várjunk egy kicsit, akkor csak egyet segítettem. Csak ugye nem akarom, hogy az időtök ezzel fölöslegesen menjen. Tehát nem csak mobiltelefonokon fut, igaz vagy nem igaz? Ha igaz, akkor ugorjunk tovább. A mobiltelefon csak Gmail account-tal használható. Igaz, nem igaz? Aki úgy gondolja, hogy nem igaz, annak ezt kell bejelölni, és már is megvan az 5000 forintos kérdés. A DI állítás pedig, hogy monolitikus kern alapú, aki emlékszik rá, Pásztár ezer volt, hogy olyan alapú, hogy ez igaz.
Úgyhogy valószínűleg ennyi alatt már lehetett sejteni, hogy mi a megoldás. Még nem mondom meg, nézzük meg, hogy hogy áll a szavazás. Kérdezzük meg a közönséget, hogyha szabad így fogalmazni. Igen, a C-t jelöltétek be legtöbben, 24-en köszönöm a szavazóknak az aktív közreműködést, és valóban a C, mert ugye a telefont úgy is használhatjuk, hogyha még nem írjuk be a Gmail accountunkat. Nem szeretek más platformokkal összehasonlítani dolgokat, de ami tény, az tény. Például, aki mondjuk egy BlackBerry Playbookhoz hozzájutott, az egyszerűen nem tudta úgy elkezdeni használni, hogy nem adta meg a Playbook accountját. Egyrészt, mert már alapban úgy nem is indult el, hanem frissítette saját magát az 1.0-ról a 2.0-ra. Ez egy ilyen gonosz dolog, és az Androidnál ez jó, hogy nem kötelező. Tehát aki csak telefon vesz, és tényleg semmilyen internetezéshez nem ért, nem akar érteni, stb. Ő neki nem kell Gmail-es account. Ez ugye azért is fontos, mert a mobiltelefon ez egy vészhelyzeti eszköz is. Tehát a vészhelyzeti hívószámokat mindig muszáj, hogy el tudja érni a telefonról, és ezt nem gátolhatják meg a szolgáltatók, legalábbis ez a cél. Éppen ezért ez nagyon jó az Androidban is így van, és ha probléma van, akkor ezt tudjuk találtatárcsázni a 112 minden további nélkül. Tehát a C a helyes megoldás. Köszönöm még egyszer a válaszadóknak. Esetleg változott azóta a statisztika. Hát még többen szavaztatok, ez szuper. Tök jó. No, ugorjunk tovább. Android verziók. Ismét nem történelmi órát akarok tartani, hanem a lényeg, hogy rengeteg van belőle. Ezzel szokták támadni az Androidot, hogy nagyon szétdarabolt, nagyon fragmentált, akkor most igazából semmi se kompatibilis semmivel, így nem is lehet alkalmazást fejleszteni, nagyon bonyolult, sok fejlesztőt kell, minden platform verzióra külön fejlesztő, esetleg ezek közül egyik se igaz. Az Android ugyan sok verzió van belőle, de visszafele teljes mértékben kompatibilis, tehát mondjuk egy 2.0-as verzióban megírt alkalmazás minden további nélkül fut 4.1-en is, nem lesz semmilyen problémája a rendszernek. Nyilván egy 4.1-ben megírt alkalmazás, ami olyan funkciót használ, ami a 4.1-be jelent meg ebbe a tágabb, bővebb API készletbe, az nem fog futni 2.0-án. Ez se igaz 100%-osan, mert az Android készítette egy Compatibility Pack Library-t, amivel visszafele kompatibilissá tehetők bizonyos funkciók, tehát újszerű UI elemek csak egy library inkludásával futhathatók a 2.x-es verziói rendszereken is. Azonban a piac úgy néz ki, hogy jelenleg 2.0-2.1-re már nem lőnek a fejlesztők, nagyon kevés ilyen eszköz van, 2.2-2.3-ból még sok van a piacon, erre érdemes fejleszteni, és jó is, nincsen vele semmi probléma, nem annyira elavult. A 3.0-3.2 egy kicsit kakukk tojás, ugye ezek a tabletekre készültek, ez a Honeycomb verzió volt, de ugye rájött az Android, hogy itt a amikor ez megjelent, ugye ez volt a nagy iPad revolúció, tabletgépek megjelentek, Android is muszáj volt, hogy kijön a saját rendszerével, nem akarta a saját telefonos rendszerét használni, mert ugye az még az első tabletje, biztos ismeritek, ez a történelmi darab, ez a Galaxy Tab volt, ami még ilyen telefonos operációs rendszer futott, és hát ugye nem nézett ki jól egy ilyen nagy képernyőn egy telefonos rendszer, ezért az Android is gyorsan elkészítette a saját tablet verzióját, de később rájöttek, hogy ez az irány nem jó, hogy ketté mennek tablet és telefon irányba, ezért a 4.0-nál újra összemörzsölődött a két folyam, és ugyanaz a rendszer fut telefonokon és tableteken is, és a felhasználói felület pedig nyilván kicsit más, kicsit máshogy kell alkalmazást is fejleszteni a kettőre, de erre nagyon jó módszerek vannak, és erről fogok is beszélni, hogy hogyan érdemes olyan alkalmazást fejleszteni, hogy jól fusson mind a két eszközön. És hát ugye a jövő az az, hogy már jön a 4.2, elvileg 2000-re a első felében, de már az 5.0-ra is terjengenek pletykák. Ami még érdekes, és amire a dátumokat felsoroltam, nem azért, mert ezt ki fogom kérdezni a következő szavazós kérdésben, hanem azért, mert nagyon gyorsan fejlődik az Android. Látható, hogy ilyen major release-ek szinte fél évente jönnek ki. Emiatt nekünk fejlesztőknek is nehéz dolgunk van, mert folyamatosan nyomon kell követni mindenféle weboldalakon, tutoriálokat nézegetni, stb. Hogy az Android miben is változott, mit hozott, mivel hozott többet az új verzió, mert fél éven belül már bevezetésre fog kerülni, és ott lesz a telefonokon, és a telefonok pedig frissíteni fogják magukat. Tehát legalábbis ugye amelyik tudja, vagy amelyiket a gyártó úgy ítéli meg, hogy tudja magát frissíteni, amelyiket meg nem osz meg főzött romokkal lehet frissíteni, és így tovább, de ez már máshol vezetne ez a beszélgetés. Haladjunk tovább. Android jövője. Hát ugye tudjuk, hogy a Google felvásárolta a Motorola-t, lehet, hogy kijön saját telefonokkal, lehet, hogy csak a mobilipari szabadalmak kellettek, ugye manapság elég divatos ez a szabadalom háború. Kérdés az is, hogy mennyire válik külön az okostelefon és a tabletvilág. Lesz-e más eszköz, amin Androidot fog futtatni, például mondjuk autók felületi számítógépe, és akkor letölthető lesz mondjuk az XY automárkának az SDK-ja, és már fejlesztünk is rá Android alkalmazást, ki tudja. Mit hoz a jövő, igazából kár jósatokba bocsátkozni.
Jó eséllyel a okos tévék világa, ami most elég kirobbanó lesz. Legalábbis ilyen pletykákat hallok. Aztán kérdés még, hogy mit jelent mindez a felhasználók és a fejlesztők szempontjából. A felhasználóknak ugye jó, mert fejlődik a technológia részben, másrészt rossz, mert az új technológia mindig bugos, tehát bizonyos bosszúságokra kell számítani. A fejlesztőknek pedig szintén jó és rossz hír. Kezdjük a rossz hírrel, a rossz hír az, hogy mindig meg kell tanulni új technológiákat, új osztálykönyvtárakat, új módszereket, mert azért, ahogy látni fogjátok, elég jelentős fejlesztésbeli módszereket is hoz az Android, tehát volt, amikor gyökeresen megváltoztatta az alkalmazás architektúráját, erről is fogok majd beszélni egy-egy verzióváltáskor. Másrészt ugye, tehát emiatt rossz hír, hogy tanulni kell, vagy igazából jó is, mert tanulni jó, és ami miatt meg viszont biztosan jó hír, hogy a technológia fejlődik, emiatt a szoftverfejlesztőkre folyamatosan igény van, hogy fejleszték a szoftvereket, portolják az új verziókra. Tehát nem könnyű kérdések ezek, ami a lényeg, és szűrjétek le belőle, hogy aki mobiltelefon fejlesztésbe vágja a fejszélyét, annak nyomon kell követnie a technológia alakulását. És hát akkor ennyi lett volna a történelem óra, remélem, hogy ezt a 25 percet megbocsátjátok nekem, de úgy érzem, hogy ezt muszáj volt elmondani a platformról. És akkor térjünk is kicsit ezt a fejlesztési részekre, fejlesztési eszközökre, az Android platformra önmagára. Ugye a platform szerkezete. Azért ezt az ábrát tettem be, és nem fordítottam le szándékosan, vagy csináltam sajátot, mert mindenhol ezzel az ábrával találkozhattok, és most kár lett volna portolni ebből egy egyedi verziót, és elvileg amúgy a Google oldalra lévő ábrákra nincs is, tehát ingyenesen használható oktatóanyagokba, ezt direkt elolvastam, úgyhogy remélem, hogy emiatt nem, vagy valószínűleg emiatt nem lesz probléma. Nézzük is át akkor a platform szerkezetét, mindegyik réteg nagyon fontos. Legalul található, tehát a Linux kernel, amiben a driverek mocorognak, display driver, kamerakezelő, wifi kezelő, audio és a többi, tehát minden eszköznek külön drivere van. Ugye abból a szempontból is érdekes ez, hogy az Androidra már lehet natívon is fejleszteni, tehát mindenfélét lehet piszkálni. Sőt, lehet buildelni saját firmware verziót is, le lehet cserélni drivereket, át lehet benne írni mindenféle modulokat. Ez nem könnyű, ez nagyon nehéz feladat. Aki Linux guru, annak kicsit könnyebb, de tudjatok róla, hogy lehet ilyet készíteni, ezért is nem csak abban úgy kezdem az oktatást, hogy akkor Java és kódoljunk Java, mert az Android ennél sokkal több. Nekünk például már volt olyan fejlesztésünk, amikor egy saját firmware verziót kellett buildelni és azon futtatni, bizonyos funkciókat meg kellett nyitni az alkalmazás réteg felé. És erről nem is kívánok többet beszélni. Tehát legalul van a Linux kernel, fölötte pedig az osztálykönyvtárak szintje. Ugye ezek még mindig natív osztálykönyvtárak, OpenGL-es, WebKit, ugye a böngésző motorja, SQLite adatbázis kezeléshez, libc és a többi. Tehát ezek mind osztálykönyvtárak, amiket már például natív alkalmazásból tudunk hívni, nem kell semmiféle trükközés hozzá, illetve ezeket használják valamilyen úton módon a Java alkalmazások is. Na és akkor utána jön az Android futtató környezet, aminek van egy Core Library része, és van egy Dalvik Virtual Machine része. Ugye már az előbb elhintettem, hogy Java alkalmazásokat fogunk fejleszteni, most sokakba fölvillanhat, aki Java fejlesztés területére jön, hogy Dalvik Virtual Machine, hát ezt nem így hívják, az Java Virtual Machine. Nem. Azért nem, mert ugye a Java Virtual Machine a Sun, vagy most már Oracle fejlesztése, ez hit kérdés, hogy ki hogyan nevezi, de az Android, illetve a Google, amikor az Androidot adaptálta, és a Java nyelvet úgymond felfogadta, hogy ez lesz az ő fő platformfejlesztési nyelve, akkor azt a döntést hozták, hogy nem a Java által használt virtuális gép referencia implementációt használják, hanem készítenek egy sajátot, egy optimalizáltat, egy bájozott eszközökre optimalizált Java virtuális gépet, és ő ennek a nevére azt a Dalvik Virtual Machine-t adták. Miért, itt is muszáj beszélnünk arról, hogy miért jó az, hogy virtuális gépen futnak az alkalmazásaink. Hát ugye egyrészt lehet azt mondani, hogy hát ez nem jó, úgyhogy eznek nincs is előnye, de ez sem igaz feltétlenül. Ennek az az előnye, hogyha van egy ilyen alkalmazásunk, és valamilyen módon rosszul írta meg a fejlesztő, lefagy, stb., akkor nem rántja magával az egész Android rendszert, hanem csak a virtuális gépet. És minden Java alkalmazásnak, ami Androidon fut, tehát minden Android alkalmazásnak egy saját virtuális gép példánya van, tehát a többi alkalmazást, ami szintén virtuális gépen fut, nem rántja magával, csak a saját magát és csak a saját maga virtuális gép példányát. Tehát úgymond egy ilyen sandbox homokozó környezetben futnak az alkalmazások, idézőjelesen, azért nem teljesen így van, de lényeg az, hogy elvileg ez egy ilyen biztonságos futtató környezet.
Persze mindenki találkozott olyannal, hogy lefagyott az Android, egész telefont újra kellett indítani, stb. Valószínűleg azoknak az alkalmazásoknak volt valamilyen natív része, ami lebénította a telefont, vagy valamilyen erőforrást használtak, ami szűk keresztmetszet, például a kamera driver, és mindenki egyszerre ahhoz akart hozzáférni, és emiatt hiába külön virtuális futottak, kamerából csak egy van, tehát ilyen fennakadások lehetnek. Hát az Android ez egy ilyen fejlődő világ. De nekünk fejlesztőknek a felelősségünk, hogy olyan alkalmazásokat írjunk, amik jól működnek és nem akasztják ki a telefont. Elvileg valamilyen módon védi a környezetet, de azért fejlesztőként is figyelni kell rá. No, egy szó mint száz, haladjunk tovább a rétegekben. A következő az Application Framework. Ezek azok a modulok, amiket már Java, tehát androidos Java alkalmazásokból meg tudunk hívni. Példányosítunk belőlük egy példányt, vagy lekérjük, mint erőforrást, általában inkább az utóbbiról van szó, mondjuk location manager, hely meghatározáshoz, telefoni manager, hogyha olyan alkalmazást akarunk fejleszteni, mivel telefonfunkciókat, hívásindítást akarunk végrehajtani, felügyelni akarunk egy bejövő hívást, vagy bármilyen egyéb, ezeket mind el tudjuk itt érni. Itt azt kell kiemelni, hogy itt egy nagyon gazdag framework részlet van, tehát androidos alkalmazások, nem csak egyszerű Super Mario alkalmazások, vagy most már Angry Birds divat, az a szokás példázni, alkalmazások lehetnek, hanem itt nagyon komolyan le tudunk nyúlni a rendszer alapjáig, és ezt mind Java oldalról. Tehát egy Java alkalmazás, nem úgy kell elképzelni mondjuk régen a Java ML világot, aki esetleg még J2 ML-be, Java ML-be fejlesztett, az tudhatja, hogy a Java ML az elég gyenge volt, nem tudott alacsony szintű telefonfunkciókat, tehát ilyet el tudtunk képzelni, hogy egy bejövő hívás hatására elindul az alkalmazás, és valamit ott manipulálunk, lekérdezzük a telefonprocesszorának a sebességét, stb. Androidon ezt mind-mind meg tudjuk tenni, standard API osztálykönyvtár készlettel. És a legfontosabb, vagy nem legfontosabb, de még fontos réteg, ezt sokan kiszokták hagyni egy operációs rendszerből, ez az alkalmazás réteg. Ugye egy operációs rendszer nem ér semmit rajta lévő alkalmazások nélkül. Ha föltelepítünk egy Windows-t és nincs rajta böngésző, akkor bizony eléggé szívhatjuk a fogunkat, hogy hogyan is töltjük le a másik böngészőt, amit később használni fogunk. És most nem mondok böngésző neveket szándékosan, mert ez is itt kérdés, és teljesen lényegtelen a mi szempontunkból. Tehát lényeg az, hogy egy oprendszer szerves készét képezi az alapon rajta levő funkciók. Például egy telefon nem ér semmit telefon alkalmazás nélkül, ugye nyilván. Ez miért érdekes fejlesztői szempontból? Azért, mert az Android egy nagyon rugalmas rendszer, és a beépített alkalmazásokat egyrészt le tudjuk cserélni. Tehát írhatunk egy olyan telefonáló alkalmazást, amiről a rendszer úgy fogja írni teljes mértékben, hogy ezt fogja használni a telefonálásra, a tárcsázó felületet megváltoztatjuk, vagy a browsert lecseréljük, vagy mondjuk a kontaktlistának egy más UI-t adunk, illetve a mi alkalmazásunk hívhatja a beépített alkalmazásokat is. Tipikus példa, a kamera. Hogyha szeretnénk egy olyan alkalmazást készíteni, ami kamerával egy fényképet készít, akkor ugye mi azt még lekódoljuk, hogy egy saját kamera alkalmazás, Camera View, Focus Manager, stb. Ezt a gombot nyomja meg, akkor fókuszál, ha azt nyomja meg, akkor vakuzik. Ez egy fél élet, mire egy ilyen profi alkalmazást lefejlesztünk kamerakezelésből. Sokkal jobb, hogyha tudjuk használni a beépített a kamerakezelőt, azzal készítünk egy fényképet mindenféle beállításoknak megfelelően, és a kész képer visszadobjuk az alkalmazásunknak. És ezt teljesen ingyen bérmentbe tudjuk használni, körülbelül 6 sor kódolással ezt is majd mutatni fogom nektek, és ez ugyanígy igaz az összes többi beépített alkalmazásra is. Tehát ez a 4 réteg, 5 réteg, ami fontos a platform szerkezete szempontjából. Ugorjunk tovább. Felügyelt kód, ugye ahogy beszéltem, az Android alkalmazások, és itt ilyenkor, amikor ezt mondom, hogy Android alkalmazások, általában a jávás standard alkalmazásokról beszélek, amik nem tartalmaznak natív kódot. Ezek egy ilyen felügyelt kód formájában futnak a DALL-E virtuális gépen. A felügyelt kód azt jelenti, hogy a memória kezeléssel olyan szinten nem kell nekünk törődni, hogy mintha C++-ba programoznánk, mallog, allog, stb. Delete dolgokat nem kell csinálnunk, ezt elvileg a garbage collector elvégzi, természetesen a garbage collector sem tökéletes, ügyelni kell, egyrészt jól meg kell ismerkedni vele, hogy hogyan is működik, ugye ha nincs referencia egy objektumra, akkor tudja felszabadítani a garbage collector, ha pedig sok memóriát használunk, gyakran foglalunk le, és gyakran garbage collectál a rendszer, az viszont belasíthatja. Tehát ezek érdekes dolgok, illetve kézzel is lehet garbage collector hívást kérni, ez a system.gc parancs, de majd amikor kódolunk, ezt fogom mutatni külön. Illetve emiatt írtam ide ezt a legutolsó gondolatot, hogy ügyelni kell a jó kód írására, tehát Jávával se lehet elszabadultan, mint egy loose cannon, és csak írjuk a kódot, úgyis felszabadít mindent a garbage collector, és nem törődünk a szállat leállításával, stb. Ez nem járható út, így nagyon hamar rossz alkalmazásokhoz vezethetünk. És aki esetleg már Androidot aktívan használ, gondolom többetek is így van vele, az azért tudhatja, hogy ha mondjuk a marketbe keresünk egy alkalmazást, mondjuk egy egyszerű bevásárolista alkalmazást, akkor ez általában úgy néz ki, hogy letöltünk 10-et, abból egy lesz jó. A többi az
vagy lassú, vagy ronda a UI-ja, vagy folyton kifagy, vagy nem kompatibilis, vagy igazából kéne, hogy kompatibilis legyen, de a fejlesztő valamivel nem törődött, stb. Stb. Tehát nagyon sok rossz alkalmazás van fönn a marketen, ennek az oka, hogy nincs ellenőrzés, amikor feltöltünk a marketre, csak egy minimális. Emiatt, ha mi fejlesztünk, nagyon fontos, hogy jó kódot írjunk, mert ha a felhasználók már egyszer rászabadultak a egyes csillagozásra a marketen, és lehúzzák az alkalmazásunkat, akkor soha többé senki nem fogja azt letölteni. Tehát fontos a jó kód írása. És a hatékonyságra van egy külön hangsúly. No, nézzünk egy kis kódot. Ugye az Androidról beszéltünk, hogy nyílt a forráskódja, de ez mindig olyan szuperlatív szóval beszéltük róla, jó, nyílt, de hát ez engem nem érdekel. Ez nem igaz. Érdemes megnézni a forráskódját, lehet sokat tanulni belőle. Egyrészt, mivel a Google mérnöke írták, olyan rossz csak nem lehet. Másrészt pedig ugye valahonnan el kell kezdeni a tanulást, illetve ha van valami funkció, ami tetszik egy beépített alkalmazásba nekünk, meg tudjuk, ezt a linket elküldöm nektek, itt letölthetitek egy 2.1-es Androidnak a forrására, valamilyen weboldalon találtam, az azt hiszem az első talált, ez egyből lesz tudja kidobni. Én itt fogom mutatni nektek, most ezt nem kell letöltenetek otthon, csak tudjatok róla, hogy ezeket meg lehet találni a neten, de azért kitettem publikra. De még egyszer mondom, ezt most szerintem ne töltsétek le, én majd fogom itt mutatni a kódot, már letöltöttem. Jó, hol is tartottam? Kezdek elveszni a gondolatokba. Igen, tehát az Android forrása lehet tanulni belőle, illetve ha megtetszik egy funkció, ami valamilyen alkalmazásban láttuk, mondjuk az alarmblokk alkalmazásban, akkor azt ki tudjuk lesni belőle, hogy hogyan is csinálták meg. No, tegyük is ezt meg, nézzük meg az Android forrását. Ugye én nekem ez itt egy zip file-ba le van töltve, és ugye amit itt láthattok, az egy Java osztálykönyvtár szerkezet. Ugye Java-ban a forráskódok mindig ilyen package hierarchiában találhatók. Lehet mondjuk sejteni, hogy ami például mondjuk Android alatt az ilyen rendszer specifikus osztályok, ami COM alatt azok ilyen alkalmazások, amik Dalvik alatt azok a virtuális géphez tartozó kódrészek, amik Java alatt azok például ilyen beépített Java library-k, amiket például sokan szeretnek mondjuk IO, és itt található a akár hisztek, akár nem, de mondjuk a file readernek a teljes implementációja, bocsánat. Megtalálható licenszfeltétel, stb. És teljes mértékben itt van, lehet nézegetni, hogy hogyan is implementálták ezt. Ez debugolás szempontjából is jó lehet, néha lehet találni érdekes dolgokat benne. Tehát ami a Java-ból jött, az mind megtalálható az Android forrásában is. És ugye aki mondjuk Java fejlesztésből jött, és nagyon jól ismeri a Java-nak a osztálykönyvtárát, annak jó hír, hogy ez mind megtalálható az Androidban, és az Android csak hozzátett, el nem vett belőle. Tehát mondjuk egy régi asztali Java-ban megírt alkalmazások jó eséllyel portolhatók könnyen Androidra, az üzleti logika része, a felhasználói felület nyilván nem. No de én ahelyett, hogy csak a könyvtárakat mutogatom nektek, nézzünk valami konkrétat meg, mondjuk menjünk bele a COM-ba, és menjünk bele az Androidba, és mondjuk itt vannak, jé, ezek beépített alkalmazások, kalendár, kamera, kalkulátor, ezek mind megvannak. A teljes browser implementáció, nekem volt, amikor ebből kellett kilopnom valamit, hogy hogyan méretez automatikusan át egy weboldalt megnyitás után, vagy az e-mail alkalmazás, az Exchange támogatás, ezek mind megtalálhatók ebben a osztálykönyvtárban. Egy pillanatot hadd nézzek elő, igen, már egy gyakorlati példa jön hamarosan, úgyhogy ennek megfelelően azt a kódrészt megmutatnám, amire a gyakorlati példa vonatkozna. Ez nevezetesen a alarmclock alkalmazáshoz tartozik, nem akartam túl előre menni a listába, kezdjük a legelsővel. Alarmclock. Ebben található egy set alarm Java osztály. Remélem ezt nagybetűkkel meg tudom jelenteni nektek, igen. És ennek keressük, itt végig lehet nézni, ez az alarmclock, amiben beállítjuk az ébresztő órákat. Ennek a teljes implementációja itt van. Nézzünk meg egy érdekes kódrész benne, mondjuk ezt a save alarm kódrészt, hogy ez mit is csinálhat. És akkor föl is vetítem az ezzel kapcsolatos kérdést, itt a kódrész ki lesz külön emelve. Csak a kommentben van a megoldás, azért nem akarom az eredeti kódrészt mutatni nektek. Tehát a kérdés az, hogy mire szól, elnézést, le kell reszetelnem a szavazómodult, különben bajban leszünk. Jaj, a vért kiléptem a gépemből, bocsánat. És hova tűnt a... Ja igen, kikerült már teljes képernyőből. Egy fél másodperc. Tehát ide egy resetet hívunk újra. És egy summary-t ide, most már ismét üres a szavazó bázis, és akkor nézzük a kérdést. Tehát, mire szolgál az alarmclock alkalmazásban ez a függvény, ez a save alarm függvény? Nem csak lefordítani kell egybe, az csak egy részmegoldás. Tehát mire szolgál? Egy kis kódrész, van egy konstansunk, elmentjük, lekérdezzük, hogy milyen riasztás lett beállítva, van egy ilyen
alans statikus, vagy osztálynak egy statikus szetalan függvényhívása. Itt lehet tippelni, hogy azért valószínűleg itt elmenti, hogy milyen ébresztést akarok beállítani, és ha valami engedélyezve van, ugye Android telefonon be tudjuk kattintani, hogy engedélyezzük a riasztást, vagy nem engedélyezzük. Ha engedélyezve van, akkor itt valamit még csinál. De kicsit ismerkedjünk ezzel a kóddal, és nézzük meg, mit csinálhat, tehát mire szolgál. Azt keressük, ami igaz. Ez újraindítja a telefont X idő múlva. Ez egy könnyű kérdés volt, vagy legalábbis ez a része. Riasztás, megosztás a Google Plus-ba. Ez is kicsit sántít. Riasztás elmentése és kilépés az alkalmazásból. Hát, ez ki tudja. Tehát ki tudja, hogy ez kilépe utána. Kérdéses. Riasztás elmentése és hátralevő idő megjelenítése. Aki használta a randoléros telefont, és miután a riasztást elmentette, utána földobódik neki egy kis ablak, egy ilyen, nem azt mondom, hogy pop-up, mert nem lehet leokézni meg leixelni, hanem csak egy ilyen kis toast, ahogy Androidba hívják. Érdekes, hogy ezekhez az ételsütemény nemekhez nagyon ragaszkodnak Androidnál, ugye minden Android verziónak valami édesség neve van, a feldobó ablak is egy ilyen toast, ablakfeldobás is egy ilyen toast függvényhívás szerűség, de valóban itt egy ablakfeldobás történik. Tehát szerintem elég sokat segítettem, ismét azért, hogy ne az időtöket húzzam, hanem csak hogy a közös gondolkodásra rávezesselek benneteket. A, B, C vagy D, melyik, amit ez a függvény csinál. Nézzük meg a szavazás állását. Hú, hát nagyon, nagyon könnyű volt ez a kérdés, úgy tűnik. Valóban a D a megoldás, beállítja a riasztást, és föl is dob egy ablakot a hátralevő időről. Ez ugye... Miért érdekes a hátralevő időt? A kommentben is van egy magyarázat különben. Érdekes, mert néha Google-ös fiúknál vicces kommenteket szoktak készíteni. De most ha nézem, akkor ennek itt éppen nem is látszik. Én egy olyan Android verziót láttam, aminél... Ja, de itt van. A pop-alarm tesztnél látszik. Tehát megmutatja, hogy mennyi idő van hátra a riasztásig, és ez segíti az embereket, akik nem AMPM módban használják, vagy AMPM módban használják a telefont, és nem ilyen 24 órás módban, hogy mennyi a hátra levő idő még, ugye. Nem mindegy, hogy hajnali egy órakor, vagy délután egy órakor hajtottam be a reggel 6-os riasztást. De ez egy ilyen alapos komment, tehát szó se róla. Jó, tehát lényeg, ami lényeg, hogy az Android teljes forrása letölthető, megnézhető, és ez az alkalmazásokra is vonatkozik. Tehát szerintem ez nagyon hasznos és érdekes funkció. Bluetooth működése, fényérzékelő alkalmazás, és minden. Tehát ez nagyon ajánlom figyelmetekbe. És ugye nem csak az Android-é, hanem például föl lehet fedezni egy org.apache. Jé, mit keres itt az Apache? Mert ahogy mondtam, az Android rengeteg külső, jól bevált, már régóta használt könyvtárat, vagy forráskódot, vagy open source megoldást integrált saját magába, például az Apache-nak a HTTP library-ét, HTTP üzenetek kérések indításához, fogadásához, ezekről is majd lesz előadáson szó, hogy ezeket hogyan használjuk. Erről igazából fejlesztőként nem fog ez nekünk feltűnni, de felhasználóként, vagy hát fejlesztőként is jó tudni róla, hogy ezek mind megtalálhatók forráskód szinten, és lehet belőlük leskelődni megoldások után. SQLite is például egy az egyben itt van. Tehát ez nagyon érdekes szerintem, és ez jó tudni. Jó, túl vagyunk ezen a kérdésen is, haladjunk tovább. Eddig 42 perc telt el, és ha jól tudom, úgy van felosztva az elosztás, hogy ilyen 1 óra 15 perc után lesz egy ilyen kisebb pihenő. Igyekszem ezt az időt jól kihasználni, és akkor még az első részben még jó sok mindent elmondani nektek. Egyrészt ugye most egy kicsit néztünk kódot, még egy pillanatig kanyarodjunk vissza a fejlesztő környezethez és a Play Store világához. Muszáj beszélni a Google Play-ről, nem azért, mert le akarom tölteni a legújabb XY játékot, hanem azért, mert ugye ez az a felület, ahol a fejlesztők publikálni tudják a saját alkalmazásokat. Ugye érdekes, hogy a Store weben keresztül is elérhető, ezt lehet mondani, hogy ezt aztán fejlesztői szemmel semmiképpen se használjuk, ez sem igaz. Mert ha fejlesztünk egy alkalmazást, érdemes rákeresni, hogy milyen hasonló van már a piacon. Például mondjuk Tudó alkalmazásban mellett akarok fejleszteni, megnézzük, hogy mik vannak a piacon, screenshotokat nézzünk róla, melyiket hányan töltötték le, ha fizetős, akkor vajon megvették-e sokan. Tehát érdemes tippeket meríteni belőle. Ritka az, hogy olyan alkalmazást találunk ki, ami még nincs a piacon.
Éppen ezért érdemes megnézni, hogy mi van eddig, és hogyan tudunk olyat csinálni, amit az nem tud, ami eddig fenn van a piacon. Tehát például ezt mondjuk 50 ezerre letöltötték, nagyon érdekes, biztos jó sok funkció lehet benne. Tehát a Play Store webben is elérhető, és fejlesztőként is muszáj nézegetnünk, ötleteket meríteni belőle. Ezt csinálja a többi fejlesztés, úgyhogy sajnos ez elkerülhetetlen. Jó, illetve ugye ez 2008. október 22-ben jelent meg a Play Store, ugye akkor még Android Market néven. Ez ugye az Android telefonoknak az alkalmazás volt, de ugye itt is az Apple-t másolták az App Store sikerén felmozdulva. A Play önmagában nem nyílt forráskódú, tehát ennek a forrását nem fogjátok megtalálni az Android forráskódjában. Ennek az oka, hogy a Google ezt biztonsági okokból se, és szándékosan se akarta nyílt forráskódúvá tenni. Ugye itt azért vásárlás történik a háttérben, ne tudja már meg senki, hogyan van a forrása. Ez egy ilyen érdekes dolog. Illetve bizonyos telefonok, akik nem tesznek eleget különböző hardware követelményeknek, nem fizetnek licenszt a Playért, nem kapják meg ezt az alkalmazást, és lehet venni olyan XY kínai telefonokat, amiken nincs is Play áruház. Jó, azonban, tehát az átlagos telefonok azonban általában található egy ilyen, és hát növekszik ez a Play Store is elég alaposan. Nézzük is meg, hogy mennyire alaposan. 2009-ben még csak 2003 alkalmazás volt, 2010 augusztusában már 80 ezer és 1 milliárd letöltés, 2012. szeptemberében pedig már 675 ezer alkalmazás és 25 milliárd letöltés, ez hatalmas szám, és ugye ez folyamatosan növekszik. Tehát rengeteg alkalmazás van már a marketen, de ahogy mondtam, és szerintem ezzel mindenki egyetért, hogy sok a idézőjelben rossz alkalmazás, vagy gyenge alkalmazás. Ennek az az oka, hogy amikor publikálunk egy alkalmazást, igazából csak formális dolgokat ellenőriznek a Google-nél, és nem kötnek bele abba, hogy ennek a dizájnja ez egy óvodás is össze tudná rakni. Ilyenekkel nem törődnek az Apple-nél, ezzel szemben sokkal komolyabb kritériumok vannak, meg kell felelni bizonyos design guideline-oknak, indokolva kell lenni annak, hogy ez miért egy mobil alkalmazás, és miért nem egy böngésző, egy weboldal, hiszen hogyha csak annyit tud, mint egy weboldal, akkor kár erre mobil alkalmazást tenni, és vissza fogják dobni a App Store-ból az alkalmazást ilyenek miatt. A Google-nél jelenleg még nincs ilyen szigorú ellenőrzés, itt bármit föl lehet tölteni. Ez fejlesztőként amúgy azért is jó, mert teszt alkalmazásokat is ki lehet tenni a marketre, és akkor csak én tudok róla. Valószínűleg nincs sehol reklámozva, senki az ég egyet a világon nem fogja megtalálni, de tudom tesztelni a letöltést, tudom tesztelni a verzió frissítést, stb. Tehát egy egész jó eszköz a fejlesztő kezébe. Emellett a Google Play-ről még egy érdekesség, hogy 2010 óta megvalósították azt, hogy ami nyereség jön a piacról, az már 15 perc alatt a fejlesztő számláján lesz. Régebben 24-48 óra volt ez, de ez most már 15 percre leszűkült. Illetve webben keresztül is elérhető, és folyamatos lenne egy kérdés áttérben. Nem Amerikában van a felhasználó, így van, erről akartam pont beszélni, hogy ezek a itt egy kérdés elhangzott a teremben, és ezt akkor egy igazából válasz is, ezt meg is ismételném. És köszönöm az emlékeztetést, lehet, hogy elfelejtettem volna. Tehát a lényeg az, hogy ugye ezek hangzatos számok, már egyből neki is úr, akkor mire várunk, fejleszünk, és 15 perc alatt jön a pénz folyamatosan letöltésekből, ez nem ilyen egyszerű. Egyrészt a probléma az, hogy Magyarországról fizetős alkalmazást nem lehet publikálni a marketbe. Kis ország vagyunk, és hát ugye a Google az nem finn cég, hogy olyan barátunk lenne, hogy mindent hozzánk hamar eljuttat, hanem ez bizony egy amerikai cég, és nem feltétlenül vagyunk mi a fókuszban, ezért még nem lehet fizetős alkalmazást feltölteni. Nincs olyan mondás, hogy ez később nem fog változni, reméljük, hogy fog változni, de egyelőre sajnos direktben innen fizetős alkalmazást nem tudunk feltölteni. De rengeteg olyan külföldi cég van, aki ezzel foglalkozik, hogy majd ők feltöltik, és ilyen 1-2%-ot kérnek csak a nyereségből, és akkor úgymond az ő számlájukból mehet ez. Vagy pedig valamilyen külföldi székhelyű céget hozunk létre, ott regisztrálunk egy bankszámlát, és tölthetjük föl. Tehát azért ezt komoly fejlesztő cégek ezt ki tudják kerülni, ezt a történetet. Másrészt ingyenes alkalmazást viszont fel tudunk tenni a marketbe, és ha jól tudom, ilyen reklámokat is tudunk beépíteni, amiből viszont a pénz már Magyarországon is megkapható és elérhető. Volt még egy olyan megjegyzés itt a teremben, ami szintén nagyon fontos, hogy a 15 perc ez csak Amerikára igaz, egyébként külföldi országokban ez már nem ilyen rózsás a helyzet, ott csak $100 utaljálják, és
ha nem jön össze a 100 dollár, akkor lehet, hogy egy évet vagy fél évet is kell várni arra a 85 dollárra, ami eddig összejött, tehát, vagy lehet, hogy nem is utalják 100 dollár alatt. Ezt most nem tudom pontosan. Tehát érdekes a történet, erre ezt is érdemes szem előtt tartani, mint olyan, aki, olyan cég, aki esetleg bele akar vágni Android fejlesztésbe a marketen. Jó, viszont a jó hír az, hogy a Google folyamatosan fejleszti ezt a Play-t. Itt nem az az érdekes, hogy hú, de jó, és ez engem hol érdekel, vagy szebb lesz az alkalmazás, vagy ilyesmi, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy bővíti kategóriákkal. Tehát legjobb ingyenes alkalmazás, legjobb fizetős alkalmazás, de ezt is alkategóriákban folyton változtatja a Play-nek a kezdő képernyőjét, és nagyobb megjelenési felületet biztosít az alkalmazásoknak. Több alkalmazást lát egyszerre a felhasználó, és hát ugye itt a cél, ugye a Google-nek is az a célja, hogy minél több alkalmazás előtérbe kerüljön, mert ugye ő a nyereségnek egy X részét elteszi zsebre, vagy a Google, vagy a partnerei, operátorok, stb. Tehát nekik is cél az, hogy minél többet, minél több alkalmazást töltsenek le a felhasználók. Ugye tudják a reklámokat, stb. Terjeszteni. Tehát ez egy érdekes ökoszisztéma. Jó. Emellett még, hogy miért beszélek erről egy fejlesztői tanfolyamon, azért, mert maga a Google Play alkalmazás, ami a telefonon van, fejlesztői apikat is megnyit, vagy elérhetővé tesz, amiket egy alkalmazás publikálásakor majdhogy nem kötelező használunk. Ilyen felületek az Android Licensing Service, ami a letöltött alkalmazások, tudunk olyan kódot írni, ami megkérdezi a Play Store-ból, hogy tőled lettem letörve, mert ha nem, akkor én el se indulok, akkor ez valami kalóz példány, ez kilépek egyből, nyilván a kódot átíratják, stb. Kalózkodás, az mindig egy lépés előbbre van, de egy ilyen funkció, ez nagyba tudja növelni az alkalmazásunk biztonságát. Tehát direkt bele van kódolva az, hogy ha nem a marketről lett letöltve, és ezt nem egy szervertől kérdezi le, hanem a telefonon lévő Play alkalmazástól, ami biztos, hogy megbízhatóan tudja lekérdezni a marketről, hiszen ő maga nem nyílt forráskódú, elég kis eséllyel törték azt még föl, bár biztos valaki már ezen is ügyeskedik. Tehát lényeg az, hogy a mi alkalmazásunk, hogy az ábrán is látszik, hozzá kapcsolódik a telefonon lévő Playhez vagy Markethez, itt elnézést, hogy itt én keverem a kettőt, de hát ez nem mindenkivel a névváltoztatás az ilyen hatásokat vált ki. Ehhez hozzáfordul, lekérdezi a licensing szervet, hogy tőled lettem letölve? Nem, akkor én nem indulok el, vagy ha igen, akkor indulok tovább, és semmi gond. Ez az egyik ilyen. A másik ilyen felület, ezzel biztos, hogy minden fejlesztő találkozni fog, hogyha Marketre fejleszt fizetős alkalmazást. Érdekesség, hogy az ingyenes alkalmazások viszont egyből azt a választ adják vissza, hogy ők nem törülnek ezzel, hogy marketről lettek-e letöltve. Ők mindig trút fognak visszaadni, és nem akarnak fönni ilyen, hogy marketről vagy nem marketről lettek letöltve. Erről még fogok beszélni, hogy ez miért fontos. Második ilyen fontos dolog az in-app billing. Ugye alkalmazáson belüli fizetés. Ugye Androidon, iPhone világban az a divat, hogy megveszük az alkalmazás pénzén és használjuk. Androidon az a divat, hogy ingyen letöltjük, használjuk, majd pedig ilyen freerider modellel, hogyha bizonyos szintig elérünk például játékoknak, akkor muszáj vagyok alkalmazáson belül vásárolni valami fegyverfejlesztés, vagy nem tudom, újabb pályákat vásárolni, és azt már fizetős módon tehetjük meg alkalmazáson belül. Vagy a reklámokon keresztül, amire szintén nyújt apit az Android. Tehát ezekről az utolsó adáson a kurz szinten is fogok beszélni, de most itt az ökoszisztéma, de első adáson muszáj volt, hogy tisztában legyetek, hogy a Google Play Store az nem csak egy fönt lévő alkalmazás, hanem fejlesztői szemmel is törődnünk kell vele. Illetve van beépített Google autentikáció, tehát ha ezt szeretnék használni a felhasználók azonosítására, hogy milyen Gmail accounttal használják a telefon, vagy Google accounttal, bocsánat, azt is le tudjuk kérdezni programozottan, és Google Plus integráció is elérhető. Ezek az utóbbi kettő, ez már nem a Play Store-on keresztül, hanem a Google szolgáltatásain keresztül, csak igazából itt a Google szolgáltatások résznél tudtam jól felsorolni. Jó. Igen, amúgy erre tipikus példa, hogy mondjuk a Angry Birds vagy a Bad Piggies most a legújabb sláger a Rovio-tól, hogy iPhone-on fizetős verzióban érhető el, Androidon ingyenes verzióban, de vannak, vagy hát van ilyen módon reklámok vannak benne, vagy reklámbevételekből úgy gondolják fejlesztők, és általában ezt alá is támasztották, hogy mégiscsak megéri Androidon ezt a modellt követni. Tehát nem lehet ez egy olyan rossz dolog. Jó, Android alkalmazás telepítése, és ez már fejlesztői szempont 100%-osan, egy APK fájlunk van, azt kell föltenni a telefonra, ez még sokszor elő fog jönni, nem is akarok neki nagy feneket keríteni, tudjuk, hogy egy APK az az állomány, amit telefonra telepítettünk, ha esetleg valaki valamit valahonnan netről le akar tölteni, rákeres, hogy supermario.apk, hát ha talál a weboldalakat, és letöltheti, nyilván a player jó út erre, de
de webben is található mindenféle ilyen. Az érdekesség az, hogy a telepítést azt nem a Play Store végzi, hanem egy Package Manager Service, tehát azokon a telefonokon, amiken nincsen Play Store, azokra is lehet Android alkalmazásokat telepíteni, csak direkt szükségünk van erre az APK-ra. És ugye ez miért jó? Azért jó, mert ha fejlesztők vagyunk, nem kötelező abba gondolkodnunk, hogy csak a Play-en keresztül publikáljuk az alkalmazásunkat. Tegyük fel, hogy egy nagy multinacionális cég vagyunk, és egy cégen belüli alkalmazást fejlesztünk, mit tudom én, valamilyen iratok kezelésére. Akkor elkészítjük az Android alkalmazást, és mindenki telefonjára, e-mailbe elküldjük ezt az APK-fájlt, telepíts fel, és kész. Semmi köze nincs a Play Store-hoz a világon. De használható alkalmazás, és a Google-nek ezzel semmi baja sincsen, ez így használható Androidon. Ennek nincsen semmilyen korlátja, csináljuk meg, fordítsuk le, írjuk alá az alkalmazást, és mehet a telefonokra. Emiatt lehet az, hogy ilyen célhardverekre, stb., amikre nem a Play-ből szedik le az alkalmazást, hanem egy direktbe arra az eszközre írják meg az alkalmazást, ami csak azt támogatja. Jó, telepíthető készülék memóriára és bizonyos körülmények között SD kártya és egy alkalmazás, tehát ami ebben a lényeg, hogy sok alkalmazás elfér egy telefonon. Aki androidos telefont használja, az általában 20 alkalmazásig meg se áll az első napon, amikor kipcsomagolta a telefonját. Tehát sok alkalmazás van a telefonunkon. Jó, APK állomány. Na ez már egy kicsit szintén fejlesztői szempont. Ugye mi is van ebbe? Ugye a Java világból, akik jött, az megszokta, hogy a Java-ban lefordult kód, az ugye class file-ok lesznek, és az egy jarba van becsomagolva. Na Androidnál nem így van, ugye mivel a virtuális gép sem ugyanaz, ezért ezzel a menettel is szakítottak, és egy kicsit más, hogy csomagolják be dolgokat. Az APK is egy tömörített állomány, és tipikusan a következő szerkezete van. De ezt inkább nem is itt mutatom meg, hanem akkor nézzük inkább élesbe. Direkt kigyűjtöttem egy ilyen... Kikerestem egy APK-t itt magamnak, ha F4-jel megnézzük, bocsánat, nem F4-jel, hanem Total Commander-be a Control Page Down-nal lehet belemászni, ez egy tömörített állomány, és by default ki tudja tömöríteni. Itt vannak a lefordított forrásunk tulajdonképpen. Van egy MetaInf könyvtár, ebben aláírások találhatók, most itt egy debug certificate, tehát semmi extra. A RES könyvtárt most szándékosan átugrom, ez egy kis csalafinta dolog, úgyhogy később térek vissza. Van benne egy Resources ARSC, ez párosítja össze a RES könyvtárban található erőforrásokat, képeket, stb. A forráskóddal. Ezt meg lehet nézni, de túl sok mondani való nem lesz ebben nekünk, csak felsorolja, hogy miket használtunk. És egy része meg még kódolt is. Ups, ez nem sikerült. Itt vagyok. Az érdekes az a classes.dex, ebben van a lefordított forráskódunk, tehát nem külön class file-ok vannak, mint a YAR file, ha megnyitjuk, sok class file van benne, hanem itt egy file-ba került bele az összes forráskód. És van még egy Android Manifest XML, amivel még sokat fogunk találkozni, ez most itt egy ilyen offuscáld vagy kódolt verzió, de amúgy itt a verzió nevet tartalmaz az egyebeket, de ezt majd amikor látható lesz, akkor látványosabban megnyitjuk. Ez alapján tudja eldönteni az APK-ból a telefon, hogy fölmehet erre a telefonra, vagy nem. Mert hogyha mondjuk ebbe az van írva, hogy ez csak Android 2.3-tól telepíthető, akkor hiába másoljuk rá ezt az APK-t egy 2.1 telefonra, ha rábökünk, akkor a rendszer vissza fog választani, hogy ez nem telepíthető, nem kompatibilis ezzel a telefonnal. Jó, átugrottam a reskönyvtárt szándékosan, mert gonosz módon ebben az összes erőforrásunk megvan. A képek is, a design, az XML, ha jól tudom, az XML-ek azért valamilyen úton módon be vannak így offuszkálva vagy kódolva, de szerintem a képek nem. Próbáljuk is ki, mondjuk ezt. Ezt a Monster 5 képet kivágom innen. Ez rossz volt. És hát bizony a design a kép ott van benne, tehát a képeinket azokat nem nagyon tudjuk védeni APK-val. Vannak rá módszerek, ilyen ProGuard és hasonlók, de ha nem figyelünk erre, és csak úgy óvatatlanul mindenkinek odaadjuk az APK-t, akkor ő ki tudja lopni a dizájn belőle. Úgyhogy ezzel óvatosan. Ez ilyen csalafinta dolog az Androidban. Illetve neten rengeteg APK visszafejtő program található, ami visszaállítja az egész Java kódot, úgyhogy az obfuszkálás is erősen javasol, de erről majd szintén később, amikor alkalmazást publikálásáról fogunk beszélni, tehát direkt szinten, hogy hogyan, kórszinten hogyan tudjuk ezt kezelni. Jó, tehát az APK állomány az ilyesmi. Szerintem jó volt, hogy ezt megnéztük, hogy senki számára ne legyen egy olyan állomány, ez, hogy ez valami idegen dolog, és csak lefolytott bináris, és nem kell vele törődni. Bizony, néha jó. Jó. Amikor egy alkalmazást telepítünk Androidra, akkor azért valamennyire a rendszer segít nekünk, és nem csak azt mondja, hogy telepítsd, és jó, föltelepítettem, kész, hanem előtte földob egy bizonyos kérdést, hogy
hogy ez az alkalmazás ilyen funkciókat használ, hogy például engedélyezem-e a házati kommunikációt, engedélyezem-e a telefonhívásokat, stb. És hogyha a felhasználóit, ugye, amiről még a telepítésikor beszéltem, hogyha csak rutinosan next, next, oké, okay, finish, nyom, akkor ilyeneken simán átugorhat, és pedig ez nem jó. Érdemes, hogy legyen nekünk, szúrjon szemet az, hogy egy Angry Birds-et telepítsek. Ugyan telepítek most, ugyan már miért akar ez izé telefonhívásokat indítani? Legyen gyanús az ilyen. Az Android marketen is vannak vírusok, és folyamatosan szűrik, ellenőrzik őket, de ugye simán lehetnek ilyen gonosz alkalmazások, amik a háttérben folyton telefonálgatnak valamilyen külföldi számra, és, vagy SMS-eket küldenek, tehát ezzel óvatosan. Ezek az engedélyek nem véletlenül vannak a felhasználók számára feldobva, hogy mit fog használni ez az alkalmazás. Viszont ugye, hát ezekre figyeljünk oda, és legyen gyanús, hogyha mondjuk például egy játéktelefonkönyvet akar elérni, és ki akarja mondjuk menteni azt a telefonszámaimat onnan. A Play-ben lévő alkalmazások 5%-a állítólag képes telefonhívást indítani a felhasználók beavatkozása nélkül. Ez azért nem jó arány. Tehát az App Store világa ennél sokkal biztonságosabb Androidnál, tehát ezzel óvatosan. Ugye volt egy ilyen híres Droid Dream alkalmazás, ami mindenféle adatokat gyűjtött, és egy ingyenes játékcsomagban terjedt, aztán a Google ugye közbelépett, és egy ilyen security tool-lal ki tudta írteni a marketből, úgyhogy ezekre figyelni kell. Jó, és akkor ismét már, ahogy látom, kezd lankarni a figyelem, legalábbis én már kezdek álmos lenni. Na jó, ez nem igaz, de egy kérdéssel azért dobjuk fel a előadást. Mi nem igaz az ingyenes alkalmazásokra? Most majd nem tettem ki a linket, ahol szavazni tudtok, viszont a reszetelést azt azért, ha megengeditek, akkor megcsinálom. Sikerült ismét rosszra kattintanom. Tehát itt ugye kell egy reset nekem. Oké. És akkor mehet a summary. Oké, én ezt most már ki is teszem ide könyvjelzőként, hogy gyorsabban menjem. Tehát hol tartottunk? Egy kicsit lejjebb. Itt, ez már volt, a következőnél, tehát itt tartottunk. Mi nem igaz az ingyenes alkalmazásokra? Nézzük sorba. Tehát mi az, ami nem igaz? Tehát az algoritmus megint azt, hogy ami igaz, azon ugorjunk át és keresjük a kaputójást. Olyan eszközökre is telepíthető, melyeken nincs Google Play. Igaz vagy nem igaz? Ha igaz, akkor ugorjunk tovább, ha nem jelöljük meg. Aztán a B. Ellenőrizhető, hogy a Google Play-ből lett-e letörve az alkalmazás. Aztán C. A Google Play-be feltölthetők ingyenes alkalmazások. Hát ez egyszerű kérdés. Aztán a D. Az in-app payment megvalósítható ingyenes alkalmazásokba. Igaz vagy nem igaz? És ugye a nem igazt keressük. Tehát amelyik igaz, azt ugorjuk át, és a nem igazra vagyunk kíváncsiak. És hát akkor kérem, szavazzanak most, ha lehet ilyen idézetekkel élni. Nézzük meg, hogy áll a szavazás. A legtöbben a B-t jelölték meg, hogy az nem igaz az Android alkalmazásokra, és még páran a D-t is. És a válasz valóban a B, mert az ingyenes alkalmazásoknál, ahogy mondtam, nem ellenőrizhet, hogy a Google Play-ből lettek-e letöltve. Ezt amúgy azért tettem ki külön kérdésként, mert ez egyszer egy saját ipari tapasztalat volt. Olyan ingyenes alkalmazást fejlesztettünk, amiből jó lett volna tudni, hogy a marketből lett-e letöltve, vagy csak valamilyen partizán módon szerezték meg a felhasználók. És a dokumentáció a Google Play-nek erre ki is tért, tehát, és szánják, bánják, sajnálkoznak, de ezt jelenleg még nem támogatja a szolgáltatás, és írják, hogy dolgoznak rajta. Tehát ugye ez egy releváns kérdés, ez fontos kérdés, de jelenleg még ez nem oldható meg. Lehet, hogy azóta az elmúlt egy hónapban már megoldották, én egy hónapja foglalkoztam ezzel utoljára, úgyhogy elnézést, azóta megoldódott volna, de akkor még határozottan nem lehetett ezt, és azt ki is próbáltuk. Tehát ha APK-ból tettem föl direkt a telefonra, hogyha marketből töltöttem le, ez a szerencsétlen mindig azt mondta vissza, hogy ő marketből lett letöltve. Cseten kérdés, ugye a diákat odaadjuk neki. Én részemről nincs akadálya. Igen. Jó. Azóta azért nézzük meg, hogy változott-e még. Szavaztak-e még többen a vére? Hú, hát már 41 aktív szavazónk van, ami azért egész jó, és köszönöm nekik a részvételt. Haladjunk tovább, tehát ezen a kérdésen túl vagyunk, és akkor hát nincs más hátra, Android fejlesztő környezet bemutatása jönne. Most egy ilyen pár percben beszélünk róla, és akkor utána tartanánk egy rövid szünetet. Remélem, hogy
többötöknek, vagy hát mindenkinek sikerült ezt a fejlesztő környezetet feltelepíteni. Az utolsó lépést, a emulátor példányi rész lehozását azt közösen is meg fogjuk majd csinálni. Akinek nem sikerült, annak itt az előadás előtt volt egy egyórás tutoriál videó, amit már meg is osztottunk veletek, és otthon megnézheti, letöltheti. Neten is az Android honlapján ez elég alaposan le van írva, illetve a könyvben is ejtettem róla pár szót, de általában netes hivatkozásokra hivatkoztam, mert ott az a legbiztosabb. Miért is az a legjobb? Azért, mert ha változik esetleg az előzőket telepítés menete, akkor az Android honlapján frissítik egyedül. A nyomtatott könyv az nem fog magától frissülni, sajnos. Jó. Android alkalmazások forráskódja, tehát mi az, amit mi fejleszteni fogunk? Java nyelven fogunk fejleszteni, főként, illetve XML-re fogjuk a UI-t készíteni. Ez a hagyományos módja az Android alkalmazások fejlesztésének, és a natív kódrészeket pedig C++-ra fogjuk implementálni. Ehhez egy úgynevezett Android SDK áll rendelkezésünkre, ez a Software Development Kit, ő biztosítja a kód lefordítását és a tömörített APK állomány elkészítését, és az APK-n belüli tartalom pedig azt tekinthető egy alkalmazásnak, ami önállóan telepíthető az Androidos telefonra, ugye, ahogy erről már beszéltünk. Ugye, aki esetleg a nyelva nyelvvel nem annyira szimpatizál, és mondjuk C-sharpos világból jött, annak jó ír, hogy már most a C-sharposok valószínűleg bottal fognak kergetni, azért valamennyire, nem merem kimondani a szót, de hasonlít a két nyelv egymásra. A C-sharp szintaktikailag többet tud, ezt el kell ismerni, a Jávát, amióta megvette az Oracle, nem nagyon fejlesztették szintaktikai szinten. De ugye objektumorientált nyelvekről beszélünk, és Garbage Collector elven működik a memóriát kezelés, tehát azért olyan túl nagy különbség nem lehet benne. Itt igazából az lehet szokatlan, hogy nem ismerjük a megszokott kedvenc osztályainkat, függvényeinket, és ebbe kell belerázódni. De ugye elvileg egy múlt hét csütörtökön volt egy Java gyors talpaló, ahol remélem egy ilyen alaptudást sikerült nektek felszedni. Ami pedig újdonság lesz, azt én igyekszem lassan mondani, és érthetően. Ha nem így lenne, akkor szóljatok természetesen. Jó, XML-t pedig szerintem feltételezhetjük, hogy mindenki is, mert ez .NET világban is egy közkerült és jó használható forma. C++ pedig ugye mindennek az alapja, de az viszonylag kevés lesz a még az előadások elején, az majd inkább az utolsó adáson lenne több. Jó, fejlesztő eszközök Android platformra, hogy tágítsuk a tudásunkat, nem csak az SDK-ban. Az SDK az a standard szoftverfejl fordításokra használható, ebben van a fejlesztő eszköz, az emulátor, frissíteni tudja magát, Eclipse plugin, stb. A natív fejlesztéshez viszont nem az SDK kell, hanem az NDK, ez a Native Development Kit, lehetővé teszi a natív kód futtatását, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogyha jól tudom, mire az előadás végére érünk már, vagy már most is van egy olyan stabil Eclipse NDK plugin, amivel tudjuk direkt Eclipse-ből fordítani a natív kódunkat, nem kell, régebben csak Linuxról lehetett például fordítani a GCC használatával a natív kódunkat, most a legújabb NDK-ba ezt beépítik, és az Eclipse plugin segítségével egy projektünk van, írjuk benne a C++ kódot, írjuk benne a Java kódot, amikor rányomunk arra, hogy build-re, és akkor a C++-t először lefordítja, csinál belőle egy show modult, utána pedig lefordítja a Java részt, és hogyha használja valahol a C++ részt, akkor ezt így hozzá kapcsolja. Ilyen keresztül, de erről később. És a harmadik, amit kevesen tudnak, de azért ezt is nézzük meg, vagy hát erről is tudjunk, van egy Android új ADK is, ez a úgynevezett Accessory Development Kit, amivel külső eszközöket tudunk az Androidra fejleszteni. Tehát akkor még egyszer, van SDK minden Android verzióra, tehát hogyha ha egy olyan céges kéréssel találkoztok, hogy nekem 2.1-re kell, mert a cégünkben ilyen telefon van, és nem is hajlandók upgrade-elni, és ez lesz még 10 évig, akkor semmi probléma, letöltjétek a 2.1-es Android fejlesztőkörzetet, minden működni fog. Dokumentáció, példakód, mind hozzá tartozik a csomagokhoz. Aztán, ami még érdekes, hogy ennek az SDK-nak egy elég gazdag API készlete van. Ugye itt már, amiben mi dolgozni fogunk, van egy nagyon gazdag UI elemkészlet, nyilván, hiszen a felhasználó felettel kell megfúrni a felhasználókat, tehát egy szép alkalmazással sok felhasználót lehet nyerni, és az Androidnak szerencsére ez nagyon gazdag és nagyon dinamikusan használható. Aztán még rengeteg olyan API található benne, beépített animációk, render script, ilyen algoritmusok futtatása, az arcfelismerés, szenzorok, Wi-Fi Direct, NFC, és még sorolhatnám, nagyon gazdag az API készlet, amit a fejlesztéshez tudunk használni. Itt egy példa, egy korábbi előadáson lefotóztam a diákokat, és a arcfelismerő algoritmust ráeresztettem erre a képre, és mondtam, hogy 10 arcot vegyen észre maximum, és talált is 10 arcot a képen. Tehát
ilyen API szinten rendelkezésünkre állnak ilyen funkciók is. Ez körülbelül 3 sor kur volt. New face view, detect faces, maximum 10, és már dobta is ki az arcokat, visszaadta a szem középpontot, meg hogy meg egy valószínűségi értéket, hogy mekkora valószínűséggel van itt arc ezen a koordinátán. Azért érdekes, hogy ez ilyen 0,5 és 0,7 között változó szám volt, tehát annyira nem volt magabiztos az algoritmus, hogy ilyen 70%-nál nagyobb valószínűséget becsüljön egy arcra, de érdekes dolog. És nagyon sok ilyen van az Androidban. Jó. Az NDK, ugye SDK volt ezek nagyon gazdag apikészet, az NDK az a natív fejlesztésre szolgál. Itt többen úgy gondolhatjátok esetleg, hogy hú, lehet natívba fejleszteni, akkor én C++-ba fejlesztek, mert már ravasz C++ fejlesztő vagyok, évek óta sok éves tapasztalattal rendelkezem, kár is nekem az egész Java, ami minden C++-ba implementálunk. Na ez nincs így, ezt nem szabad, ez egy rossz gondolat, ezt az Android könyv weboldalán is írják. Nem, nekem sem esett jól, amikor ezt olvastam, de írják, hogy amit meg tudsz csinálni Jávával, azt azzal csináld meg, amit pedig nem, vagy valami bonyolult algoritmus, az pedig C++-szal. Ez egy ilyen kiegészítés az SDK-hoz, nem pedig egy fő irány, hogy ebbe fejlesztünk alkalmazásokat. Nyilván, aki valamilyen library-ket fejleszt, vagy modulokat, vagy egyebeket, azok nyilván C++-ra dolgoznak, de ők nem alkalmazást fejlesztenek, direktbe felhasználó előtt megjelenő alkalmazásokat. Tehát például a user interface-t sose fogunk C++-ra lekódolni. Ez hódziher, nagyon sok ideig tartanak. Jó, ugye a natívnak az előnye a sebesség növekedés és a kód újrafelhasználása, a régi C++ kódjaink használhatók egyértelműen, mivel ugye nem kell a virtuális gépen futtatni a kódot, ezért a sebesség növekedés is elérhető. Én ezt ki is próbáltam, és ezt ki is fogjuk próbálni, egy ilyen pi kiszámító algoritmus, ami egy ilyen iteratív algoritmus, sose lehet pontosan meghatározni a pi értékét, csak egy, hogy mennyi ideig futtatom a for ciklusomat, vagy a while ciklusomat. Ezt kipróbáltam, és körülbelül egy kétszeresen gyorsabban fut le, hogyha natívban van írva. Tehát ilyen alap dolgok, képmanipuláció, stb. Érdemes natívra tenni, de az általános dolgokat semmiképpen sem. Egy ilyen általános törvény, az NDK használata nem növeli meg automatikusan a teljesítményt, ugyanakkor a komplexitást az mindig. Tehát nagyon össze tudják egymást zavarni a fejlesztők, hogyha össze-vissza keverik a Java és C++ kódokat, ez egyáltalán nem ajánlott. Jó, erről ennyit. Tehát tudni kell, hogy mikor kell használni, akkor viszont nagyon-nagyon jó. És nagyon jó tud ilyet. Ugye sok platform nem tud ilyet, tehát a Windows Phone-nál még csak most fog megjelenni a natív támogatás. Jó, és a harmadik az ADK, ugye ez az Accessory Development Kit, ezt is lehetővé tette a Google. Olyan eszközöket tudunk fejleszteni az Android telefonokhoz, mint például dokkolók, egészségügyi eszközök, időjárás kiegészítők. Tehát lényeg az, hogy ha valamit USB-re rá tudunk erőszakolni a telefonra, akkor ahhoz tudunk írni programot, vagy Bluetooth-on keresztül is. Egy ilyen minta protokoll és egy minta kódrész az, amit igazából az ADK tartalmaz, vagy legalábbis az a legértékesebb része, és leírják, hogy hogyan lehet kommunikálni az eszközzel Bluetooth-on vagy USB-n keresztül. Aztán ki tudja később ezeket az interfészeket valószínűleg bővíteni fogják, hogy miken keresztül lehet hozzá csatlakozni. Tehát ez egy nagyon jó kis játszótérek, ilyen villamosmérnök beállítottságú fejlesztőknek. Jó, a fordítás menete, az SDK mit is csinál, amikor a kódból előállítja az APK állományunkat. Itt egy pillanat szünetet kérnék, hogy hadd nézzem meg a sorrendet, hogy igen, mi is jön. Szerintem ezzel a kérdéssel be tudjuk majd akkor fejezni az első szakaszt. Tehát a fordítás menetét még gyorsan nézzük meg, hogyan lesz a forrásból APK. Vissza fogunk még térni többször el az ábra, nem baj, hogyha bizonyos dobozok még nem ismertek nektek. Egyáltalán nem probléma. Lényeg az, hogy itt a forráskódunk, induljunk innen. Ez ugye az, amit mi fejlesztünk Java-ba, C++-ba. Ahhoz általában felhasználunk valamilyen külső osztálykönyvtárat, mert ugye a fejlesztések nagy része úgy van, hogy a kód 10%-a új, 90%-ot pedig valahonnan máshonnan szereztük, vagy régi moduljainkat használtuk föl. Ez egy örökérvényű ökölszabály a fejlesztőknek, és ahogy egyre öregebb vagyok, én is kezdem belátni, hogy ez tényleg így van. Diákként egyáltalán nem hittem ezt el, de jó, még most sem vagyok öreg, de kezdem belátni, ez nem volt, nem egy buta mondás ez. Jó. Aztán vannak az eszközök, erőforrások, ugye képek, hangok, ilyesmikre kell itt gondolni, és van a manifest állomány, ami leírja, hogy milyen erőforrásaink vannak, milyen forráskódjaink vannak. Na, ebből az erőforrások részből a rendszer, amint egy a projektkönyvtárba bemásolunk egy új képet, egy új hangot, egyből generál egy r.java fájlt, ezt majd fogom mutatni, nem baj, hogyha még nem értitek, csak tudjatok róla, hogy ez egy R, mint resource osztály akar lenni. Minden erőforrás egy ID-t rendel, erről van csak szó.
Illetve ugye ezeket az erőforrásokat, ami kép, azokat továbbadja ezen a csatornán is. Na nézzük a fordító, mit csinál a forráskódból és az erőforrásokból. Előállítja a bytecode-ot. Ugye itt van, amikor a könyvtárak már le vannak előre fordítva, azokat nem kell még egyszer lefordítani, azért kerülnek ide át ebbe a dobozba egyből. Tehát a Dalvik bytecode, a Dalvik virtuális gépen futó kód előáll, és abból lesz ez a classes.dex file, ez a lefordított forrás. Mellette párhuzamosan jönnek az erőforrások, a képek, azokat ugye nem fordítjuk bele a classes.dex-be, hanem jönnek mellette, és előáll az APK, ugye azt a file rendszert összeállítja nekünk a fordító, itt sincs semmi varázslat. Először aláíratlan lesz, utána pedig valamilyen kulcs alapján aláírja, és megvan az aláírt APK-nk. A debug APK is egy aláírt, tehát amit Eclipse-be telefonon debugként fejlesztünk, az is már alá van írva, csak debug kulcsal van aláírva. Tehát nem aláíratlan APK-kat telepítünk a telefonunkra. Ez abban a szempontból idézőjelben rossz hír, hogy visszakövethető ahhoz, hogy ki is fordította le ezt az APK-t, bár biztos nem egyszerű, de tehát azon már rajta mi kézünk, és minden debug, tehát minden egyes telepítés saját debug kulcsot generál, tehát nincs olyan, hogy mind a kettőnek ugyanaz a debug kulcsa lesz aláírva. Jó, így állt elő az aláírt APK-nk, amik a telefonra ugye tudunk telepíteni közvetlenül. És akkor a szünet előtt egy utolsó fejtörő, arra vonatkozólag, hogy mi igaz a fordítási mechanizmusra. Csak Windows-on működik, nem kötelező JDK hozzá, mivel a Google, ugye a Dalvik az a Google fejlesztés a virtuális gépben, tehát a fordításhoz nem kötelező JDK. Natív kód csak külön projektben lehet, a saját projekt, tehát egy projektben nem lehet egyszer Java kód és natív kód is, és az APK csak sikeres fordítás esetén áll elő. Mi igaz? És akkor ez is egy ilyen beugratós kérdés. Mindjárt mutatom a kérdést ismét, csak leszettelem ezt. Na most akkor igen, már csomóan szavaztak. Hát most még egyszer. Akkor még egyszer leszettelem, elnézést is akkor. Na most leszettelem, most már megint szavaztak. Akkor nem leszettelem, akkor hagyjuk így. Szuper. F-et frissítsük. Na. Jó. Jönnek a szavazatok sorba. Ez a reset dolog erre, ki kell találni valami automatikus mechanizmust. Itt a mellettem lévő tabletet akartam beölni a browserbe, az legyen mindig megnyitva, csak azt elfelejtettem eladás előtt, úgyhogy elnézést ezért, hogy ezt mindig vissza kell lépkedni. Tehát mi igaz? Csak Windows-on működik? Ez nem igaz, akkor a Linux tábor meg a Macintosh tábor nagyon mérges lenne. Ugye most már sokan szavaztatok, úgyhogy mehetünk a kérdéseken. Nem kötelező JDK hozzá? Hát ez sem igaz, kell. Tehát a fordításhoz ő azt aktívan használja, illetve a fejlesztéshez is. A fejlesztőkönyvet, az SDK telepítéshez muszáj volt feladnunk. Natív kód csak külön projektben lehet? Nem. Mondtam, hogy a projektünkbe beágyazva, és Netflix most már nagyon jól is tudja fordítani. Az APK csak sikeres fordítás esetén áll elő? Hát ez igaz. Tehát hibás kódot, rossz dolgot nem tesz bele a dolog. Egy ilyen könnyebb kérdéssel gondoltam, hogy a szünet előtt zárjuk. Nézzük meg akkor a válaszokat még egyszer. Most már 48 aktív szavazó van, ez tök jó, és párat még le is leszeteltem, úgyhogy lehet, hogy ez a szám még nagyobb is. És hát tök jó, hogy eltaláltátok ezt a utolsó kérdést a szünet előtt. Köszönöm az eddigi figyelmet, és akkor folytatás egy 10-15 perc múlva? 15 perc szünet. 15 perc szünet lenne. Mutatom a mechanizmust. Igen, stop.